Jó estét kívánok! Délutánig 5-en haltak meg az országban kihűlés miatt. Reggel óta ismét havazik az ország nagy részén, de igazán nagy fennakadásokat még nem okozott a hó. Budapesten 100 géppel takarítják az utakat, de egyelőre a hó áll nyerésre. A tűzoltókat délutánig több mint 100-szor riasztották, főként közlekedési balesethez, árokba csúszott autókhoz. Reggel kezdett havazni Budapesten, az utakat ugyan elkezdték takarítani, de eredménytelenül. Közel 100 ilyen célgéppel, hókotróval vagyunk kint a fővárosnak a fő- és a tömegközlekedési útvonalain. Próbáljuk felvenni a harcot a hóval szemben. Ugye ez nem egy egyszerű feladat, mivel folyamatosan esik a hó. Délutánig úgy tűnt, hogy a szűnni nem akaró havazás áll nyerésre. A közlekedés jelentősen lelassult, főként az óvatos sofőrök miatt. Azonban ennek ellenére számos baleset történt szerte az országban. A havazás megkezdésével megszaporodtak a közúti balesetek, így ezekhez kellett vonulni a tűzoltóknak. Elsősorban árokba csúszott, megcsúszott autókat kellett visszatenniük az úttestre, illetve elakadt kamionokat, buszokat kellett kisegíteniük a bajban. A tűzoltók délutánig 11 sérültet szabadítottak ki járművekből, 3 helyszínen viszont már nem tudtak segíteni. Egy ember közúti balesetben, egy tűzesetben halt meg, egy harmadik pedig kútba esett, és az életét már nem tudták megmenteni. A délutáni órákig a mentőszolgálat működésében nem keletkezett zavar, minden beteghez el tudtunk jutni, a segítség úgy tűnik, hogy mindenhová időben érkezett. Sajnos néhány esetben már a mentők kiérkezése előtt bekövetkezett olyan haláleset, amelynek a hátterében kihűlést vagy fagyást lehet valószínűsíteni. Erre bizonyosságot az igazságügyi orvos szakértői vizsgálat szolgáltathat. Délutánig 5-en haltak meg kihűlés következtében. Az ország nagy részén folyamatos a hóesés, ezért az északi területeken 30 centi, délkeleten pedig fél méteres is lehet a hótakaró vastagsága estére. A meteorológiai szolgálat a déli és délkeleti megyékre narancssárga riasztást adott ki. Mintegy 100 esethez riasztották a havazással és a hideg idővel összefüggésben a katasztrófavédőket, többségében elakadt járművek kiszabadításához és közúti balesetek műszaki mentéséhez. Az ország nagy részén folyamatos a hóesés, ezért az ország északi részén 30, délkeleten pedig fél méteres is lehet a hótakaró vastagsága estére. Siófokra is megérkezett a hó. Farkas Zita is már másodszor kotorja el a havat a háza előtt. Megjött, ígérték, munkát ad, de egyébként szép lesz a táj. Nem csak a lakosoknak ad munkát a szakadó hó, a vasútállomást is folyamatosan takarítják. Az autópálya és az autóutak is havasak, így a sofőrök dolgát is megnehezíti az időjárás. Kaposvár környékén rendőrök ellenőrzik az autósokat, csak azt engedik tovább, akinek van hólánca. Baranya megyében péntek óta folyamatosan havazik. Helyenként a 30 cm-t is eléri a hó vastagsága. A közterület fenntartók folyamatosan próbálják tisztítani az utakat. Amióta elkezdődött a havazás, folyamatosan dolgoznak a munkatársaink. Egy tucat gép napi 24 órában teljesít szolgálatot, két tucat hómunkás próbálja eltisztítani a fontosabb járdákat, a rendelőintézetek parkolóját. A rászorulókat sem hagyja cserben a város. A rendkívüli időjárás miatt a helyi sportcsarnokot melegedővé alakították. Itt egyszerre 60-80 fő tudja meghúzni magát. Meleg teával, pokrócokkal, szivacsokkal várjuk azokat a rászorultakat, akiknek már máshol nem tudnak helyet biztosítani. Csongrád megyében baleset is történt a havazás miatt. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A balesetben ketten sérültek meg, őket kórházba szállították.